Nem akartam zavarni, nagyon nem értem. Ukrajnai roma menekülteket fogadott be egy szabolcsi község Uszka lelkésze, miután értesült arról, hogy a szomszédban háború dúl. Kovács Edgár, a Szabad Keresztény Gyülekezet vezetője, templomának egyetlen helységét nyitotta meg a menekülők előtt. A hely gyorsan megtelte egy Didova Horából érkezett 29 fős nagy családdal. Az emberek hiszák meg a levét, általában emberek annak, hogy vezetők nem tudnak megegyezni, nem tudják mérlegelni, hogy mennyi sok mindent veszítenek. Úgyhogy ez így nehéz, és próbáljuk mentálisan is segíteni őket. Tehát nem csak így anyagilag, nem csak fizikailag, hanem így a lelki állapotuk is. Kárpátalján, Ukrajna legnyugatibb Magyarországgal határos régiójában mintegy 150 ezer magyar nemzetiségű ember él, és sok ott élő róma is osztozik nyelvükön és kultúrájukon. Kulcsár Ildikó elsősorban kislánya miatt döntött úgy, hogy elindul. A gyermek ugyanis krónikus szívbeteg. Nagyon nehéz otthonról nem volt elindulni. Hátra nézve a szomszédok sokan ott maradtak, fájt a szívem, mindenki, családtagok is maradtak kint, de viszont van 4 gyermekem, akit féltem jobban mindennél. És azt kellett tennem, ami helyesebb, hogy a jányomnak jobb legyen. Féltem, hogy rosszabbul lesz, nem lesz orvos se, hová vittem volna. A magyar kormány közölte, hogy minden ukrán állampolgárt beengednek az országba, senkit nem utasítanak el, aki igazolni tudja ukrán státusát.